Bonyhádon születtem, mondhatjuk azt, hogy teljes gyökereim Tevelhez kötnek. Édesapám, édesanyám hadikfalvi székelyek, és a nagyszüleim által ugye Tevelre kerültünk. Innentől kezdve nekem a családom minden része szinte innen ide kötődik. Egy lánytestvérem van, és három gyermek édesapja vagyok. A nagyobbik fiam az első házasságomból 20 éves lesz idén szeptemberben. A másik házasságomból kettő kislányom van, egy 8 meg egy 7 éves kislány, úgyhogy mind a ketten ők is már iskolások, ügyesek, szépek, és hát mindenki Tevelen él, Tevelhez kötődik. Úgyhogy én ilyen lokál patrióta révén ide is építettem családi házat, és itt is terveztem már az életem elején is, hogy Tevelen fogok letelepedni, és Tevelen fogom élni az életemet. Itt jártam óvodába, itt jártam általános iskolába Tevelen, utána mezőgazdasági vonalon, mivel mindig is nagyon kötöttem a mezőgazdasághoz, a Palánki Csapó Dániel szakközépiskolába és technikumba végeztem. Kaposvárra jelentkeztem szülői unszolásra az állattenyésztő mérnöki szakra, de hát igazándiból annyira nagy volt a vágyam, hogy dolgozhassam és a saját jövőmet építsem, illetve a vállalkozásomat próbáltam már akkoriban elindítani, úgyhogy másfél évet tudhattam magam után, és ott hagytam az iskolát. Nem voltak rossz eredményeim, főleg szakmai tantárgyakból, mivel én szakmai alapfokot ugye a Csapó Dánielben megszereztem, de hát nem kívántam tanulni. Most már utólagosan mondhatjuk azt, hogy persze igaza volt a szülőknek, hogy be kellett volna fejezni. A másik részét nézve nem biztos, hogy ezen a vonalon többet elértem volna a diplomámmal sem, mivel én a mezőgazdasági vonalon lettem vállalkozó. Szerencsés emberek közé tartozok, vagy vallom magam, mert a hobbim, a végzettségem meg a munkám az szinte mondhatjuk, hogy egybe esik, és ezért soha nem is éreztem fáradtságot, pedig azért ugye itt a mezőgazdaság, azon belül az állattenyésztés az január 1-től december 31-ig teljes embert igényel. És hát az első munkahelyem a Teveli Termelő Szövetkezet, majd később Teveli ZRT volt. Ott az első évem ilyen általános brigádvezetőként tevékenykedtem, ami betekintést tudtam nyerni, szőlészet, növénytermesztés, majd mikor a sertéstelepen a telepvezető nyugdíjba ment, akkor megbíztak ezzel a lehetőséggel, és mint sertéstelepvezető voltam, egy 350 kocás telepnek a vezetését bízták rám, ezt végeztem itt a Teveli ZRT-ben. Nagy kihívás volt, és mivel szerettem csinálni, ezért teljes lelkesedéssel próbáltam is a munkámat, feladatomat ellátni. Ezzel párhuzamban, hát most mondhatjuk azt, hogy próbáltam ilyen kis malackupeckodásba kezdeni, hogy háztáiba fölvásároltam kis malacokat, mert akkor azért a falvakban több helyen tartottak sertést, és eladták a malacot. Voltak nagyobb gazdák, akik egyszerre 50-100 darab malacot vásároltak, azt hízlalták föl, és akkor nekik továbbadtam. És ez annyira kiforta magát, hogy ha nem volt annyi lehetőség összevásárolni malacot, hanem még nagyobb igény volt még több malacra. Na és akkor váltottam ki a mezőgazdasági vállalkozásomat,
Építettem 98-ban egy saját istállót, ami itthon is egy kis családi viszály volt, mert édesapám azt mondta, hogy hát más elbontja az istállót, én megépítem, hogy hát ők más szemmel nézték ezt, meg a vállalkozást is, ugye, és hát hogy milyen jó a szövetkezetben, ott 10-én tartjuk a markunkat, kapjuk a fizetést, ez meg rizikos. Na megépült az istálló, hitelt kellett fölvennem rá, meg ugye annyi tőkém nem volt, meg volt egy kis pályázati forrás is, de itt saját istállomban 30 anyakocát tudtam tartani elsőre, és akkor annak a malacait még tudtam értékesíteni. Nagyon-nagyon jól pörgött akkor, tehát ez az élőállat, meg a sertés is jövedelmező volt, mivel hát ugye saját óra volt, saját munka, amit belefektettem, tehát a költségeket le lehetett minimalizálni, úgyhogy innen indult ki a vállalkozásnak az egész alapja, ami később ugye kinőtte magát, akkor Juhépusztán vásároltam meg a volt állami gazdaságnak a marhaistálóit, és akkor ott már ugye a vállalkozás formát ki kellett bővíteni, ott már akkor egy Kft. Alapult 2000-ben, és ott legelőször az anyagiak miatt bérhízlalást végeztem, később ugye saját állomány lett, ott akkor 85 anyakocán meg a szaporulata, de akkor már a kettő nem volt összeegyeztethető a munkámmal, és fölmondtam a Teveli ZRT-nél, és akkor teljesen önálló vállalkozásként ment tovább. Ezzel párhuzamosan ez a kis kupeckodás meg kinőtte magát, és elég komoly élőállat kereskedelemmel vagy forgalommal rendelkező kereskedelmi cégen mi alakult a Kft. Több százmilliós forgalom volt minden évben, a legkiemelkedőbb az talán a 2009-ben volt, talán az majdnem elérte az 1 milliárd forintot. Ugye akkor rengeteg malacot exportáltunk Romániába, Ukrajnába, Magyarországon is több telepnek, tehát ezt úgy kell képzelni, hogy heti egy vagy két kamion malac ment. A mai napig azt végzem, amit nagyon szeretek csinálni, akkor is azt végeztem, és nem éreztem munkának. Tehát ezáltal nem fáradtam el. Nekem, hogyha a 16 vagy 18 órát kellett dolgoznom is, azt nem éreztem, hogy ez nekem fárasztó dolog, mert imádtam csinálni. Jobba voltam, ha meg mai napig jobba vagyok a volt polgármester asszonnyal. Ő mondta, hogy nem fog indulni, és egy-két barátom megkérdezte, hogy hát most nekem nem lenne ez kedvem. Először picit úgy hezitáltam, gondolkoztam rajta, hogy azért ez is egy ilyen érdekes dolog, tehát ez nem egy konkrét szakma. Meg kell tanulni mindenképpen, azért egy pár év bele kell jönni, mert más a vállalkozás, meg más a közigazgatás. És hát végül is átgondolva itthon kikértem a család véleményét, mert ugye ez is egy picit olyan, mint a mezőgazdaság, hogy mindig kellek valahol, és főleg ilyen kis településen, tehát nincsenek külön szakosodott segítői a polgármesternek, hanem mindenes is a polgármester. Így akkor a család is mikor rábólintotta, akkor indultam. Mivel nem égtem ki, és még sok feladat van a településen, és még rengeteg ötletem van, amin kellene még javítani, meg megvalósítani a településen, én úgy gondolom, hogy tetszik nagyon, és még szeretnék legalább 5 évet, mint polgármester tevékenykedni a településen, hogy szebbé, jobbá tudjuk tenni a kis környezetünket, illetve amit elkezdtem az 5 évben építeni, hogy azokat befejezni, hogy minél jobban megőrizzük a településünknek a fiataljait, az értékeit, és tovább tudjon tevel fejlődni, tehát ne az legyen, hogy mint egy ilyen előregedő település, mint sok máshol, mondjuk leépüljön. Én el nem tudnám képzelni
máshol az életemet. Sok helyen jártam már, nagyon sok szépet, jót láttam, és biztos, hogy mindenki a saját települését szereti a legjobban, legalábbis így van magamból kiindulva. Én szebbet nem találok, mint ezzel. Tehát én úgy gondolom, hogy a világ legszebb faluja a mi kisfalunk. Úgy, mint a filmben.